Hello mindenkinek, én Gibi vagyok és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. Ma ismételten a Hypixel szerverén fogok játszani. Ugye ez egy eredeti szerver, tehát csak megvásárolt Minecraft-tal tudtok feljönni. Az IP címet egyébként megtaláljátok a leírásban. És hát ismerős lehet ez a helyszín itt mögöttem. Ez nem más, mint a Murder Mystery Lobby-a. Itt viszonylag sok időt szoktam tölteni. Elég sok Murder Mystery-s videó van fönt a csatornán. Viszont ma ezzel fogunk játszani, a Showdown nevű játékkal, ami jelenleg még beta verzióban van, de valószínűleg rövidesen átállítják majd teljes verzióra, hogyha olyan lesz a játék, amilyennek ők is szeretnék, hogy legyen. Úgyhogy valószínűleg abban sokkal több tartalom lesz, illetve más is lesz, mint ez a játék. Szóval, hogyha szeretnétek látni videót a kész játékról, tehát nem csak a beta verzióról, amiről most lesz videó, hanem majd a kész játékról, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy like-kal, illetve írjátok meg kommentben, és azt is tudjátok így jelezni, hogyha tetszik nektek ez a videó. Viszont akkor vágjunk is bele! Az a helyzet, hogy én egy ilyen első reakció videót akartam erről a játékról csinálni, tehát hogy amikor először játszok ezzel a játékkal. De az a helyzet, hogy a játék kellős közepén áramszünet volt, és nem mentette le a videót, és nem tudtam helyreállítani a fájlt, úgyhogy elveszett az a felvétel. Ez az én szerencsém, hurrá! Na mindegy, a lényeg az, hogy most itt vagyunk, sajnos már nem első reakció lesz, pedig az egész jól ment az a játék, egy csomót nyertem benne. Jó, mondjuk ezt most bárki mondhatja, de tényleg így volt, hinnetek kell nekem. A lényeg az, hogy igazából arról szól ez a játék, hogy van két csapat, a sheriff csapat, illetve a bűnöző csapat, és az a csapat nyer először, aki hamarabb eléri a 30 killt, tehát aki hamarabb megöl 30 játékost, vagy akinek több ölése lesz, tehát ez ilyen csapatjáték végül is, viszont egy nagyon pörgős játékról van szó, úgyhogy nézzük is meg. A Towerfall nevű pályán fogunk játszani, oké, és már is 10 vagyunk a 16-ból. Úgyhogy megnézzük, hogy fog sikerülni, remélhetőleg még formában vagyok, igazából egy fél órával ezelőtt játszottam, akkor egész jól ment. Nyilván kellett egy kis idő, amíg hozzászokok a játékmenethez, de utána egész könnyen ment. Oké, és sheriff lettem, ezt egyébként a képernyő jobb oldalán írja, és mindjárt megkapjuk a fegyvereket. És kint spawnoltam a pálya külső részén, viszont akkor induljunk el, új, itt egyedül leszek, az a baj, megyek inkább a többi sheriff után, mindenki erre indult el. Húha, itt már mennek a nagy küzdelmek, kaptunk egy kardot, illetve egy íjat, és úgy látszik, hogy itt van a kis idéglenes bázisunk. Honnan? Jaj, hogy mögöttünk volt! Nagyon cseles! A piros ruhások egyébként a bűnözők, mi vagyunk a kék ruhások, a sheriffek. Honnan lőtt ide valaki? Ja, ott volt mögöttem szerintem a sheriff kolléga. Nem már! Ha! Igen, túl... megint belassultam, srácok. A reflexeim nem olyanok, mint régen. Na jó, nézzük hát, ha itt lesz egy bűnöző esetleg. Ja, hogy itt várjuk őket, aha. Akkor én egyenesen oda fogok célozni. De itt szerintem senki nem fog jönni egy ideig. Ajaj. Ó, hogy ott van! Áj, és általában, úr, hogy talált el? Szihetetlen. Na hát ez most nem egy olyan jó a srácok, pedig abban az elveszett videóban annyira jó, de komolyan, tehát most nem csak kitalálom, tényleg olyan jól ment. Egy csomót, alig haltam meg, egy csomó embert megöltem, nagyon király volt. Oké, hát megölt a kolléga szerintem. Nézzük, hogy erre van-e valaki. Bár szerintem nem lesz senki, hoppá. Nem találsz el. De én téged... Hogy? Hát hamarabb lőttem, mint ő. Ez mi? Hát ideig nem állunk túl jól, már négyszer meghaltam, srácok. Oké. Okay. Próbálj meg most már felhozni valami eredményt, mert ez így elég nehéz lesz. Hoppá. Hol lövöldözni? Fölöttem. Úristen, már annyira paranoiás vagyok. Merről kell itt jönni? Errefele? Oké. Okay. Oké, okay, végre megöltem valakit. Ennek nem kéne alapból örülni, most már... Ja, most ő ölt meg. Azt hittem, hogy megint megöltem valakit. Jó, egy embert már megöltünk. És a... A bűnözők vezetnek, és meg is nyerték a bűnözők. Igen, meg is nyerték, mert nekik lett meg először a 30 kill. Képzeljétek el egyébként abban a áramszünetes videóban, rendes dobogós helyezést értem el, tehát itt kiírta a játék, hogy harmadik lettem, vagy második. Oké, srácok, itt is lennék a második körrel, és a Hollywood pályán játszunk. És 10 másodpercen belül kezdődik is. Oké, jaj, kicsit laggulunk, nem tudom miért.
Kicsit fura volt. Na jó, legalább ezt a pályát ismerem. Vannak olyan pályák ebben a játékban, amikkel még illetve nem játszottam, és így nem tudom, hogy pontosan ott hogy kell játszani azokon a pályákon, mert olyan ismeretlen a terep. Viszont most megint bűnözők lettünk, úgyhogy a sheriffeket kell írtanunk. Az igen, az micsoda lövés volt a sheriff-től. De lövöldözik ott valaki. Menjünk csak innen. Oké, na itt már egy kicsit epikebb küzdelem van. Úristen, mindenki lövöldözik mindenfele. Ki kellett vágnom egy részt egyébként a videóból, mert konkrétan két sheriff maradt. És úgy nem volt annyira izgalmas az egész. Mert mindenki más kilépett. Na jó, itt elég kemény játékosok vannak. Nem... Hát ez hihetetlen, és nem tudjuk megölni. Na jó, megölték, oké. Pont innen akartam oldalról kiugrani elé. Azt hogy? Azt hogy sikerült? Láttátok, hogy honnan lőtt? Konkrétan így a... egérjükból. Úristen, ezek nem tudom, hogy milyen profi játékosok, de... szerintem ők itt élik le az egész életüket ennél a játéknál, mert ez ami hihetetlen. Megölték? Oké. Itt van valaki. Szevasz, ez gyönyörű volt, ez nagyon tetszett. Itt bujkált szegény, én pedig lelőttem őt, ez nagyon vicces volt. Áj, nem ír oda időben, annyira veszem. Hoppá. Ó, és mire észrevettem, lelőtt. Nem már, nagyon rosszul állok, srácok. Egy embert öltem meg, és már háromszor meghaltam. Ez egy nagyon rossz arány. Mondjuk nekem alapból lassúak a reflexeim ehhez a játékhoz, de akkor is. És kik nyertek? Ó, harmadik lettem, viszont nagyon rosszul teljesítettek a bűnözők, csak négy embert öltek meg, a sheriffek eléggé elmentek előttünk. De harmadik lettem egy darab killel. Az nagyon durva. Oké, és ezt itt is vagyunk megint a Hollywood pályán, és már kezdődik is. Oké, és sheriffek lettünk. Jó. És mindjárt meg is kapjuk a fegyvereinket, és meg kell ölnünk a bűnözőket. Na jó. Kíváncsiak, hogy milyen csapattársakkal rendelkezek, ilyen nagyon profikkal, vagy az ellentétével. Hú, úgy látszik, hogy nagyon profikkal. És itt most a bűnözőkre is gondolok, mert ők is nagyon durván játszanak, és azta. Hogy tudott azta? Nekem nincsenek ilyen célzó képességeim, hogy ilyen távolról bemérjem az ellenfelemet. Oké, őt legalább eltaláltuk. Jój! Az a nyilvessző, jaj! Nagyon durva itt a tűzharc. Azt nem tudja, hogy én itt vagyok, és őt el is találtuk, és megvédtem. Ó, őt megölte, nagyon szép volt. Szia, én a társad vagyok, így hogy rám nézett. Oké. Figyelni kell, mert itt az ablakokból is tudnak ám lőni. A kis cseles emberkék. Na jó, merre menjünk? Ott olyan biztonságos volt, most pedig bejöttem ide ebbe a vad épületbe. Még egy épület nem biztos, hogy vad, de... talán ilyen fentről érdekesebb lesz a küzdelem, már ott látok valakit, de őt nem hiszem, hogy meg tudom ölni. Mondjuk ott fog kijönni. Á, és elmenekült! Ó, és megölte hátulról, szépen elmondtam a figyelmét. Ezt pont így terveztem. Ja igen, pont most megy itt a forgatás egyébként. Le akar lőni. És megöltem azt a... Á, nem tudtam eléggé kifeszíteni az ilyemat, mert sietni akartam vele, csak így nem volt elég erős a lövés. Á, nem fogom eltalálni. Pedig ő is engem akar. És megöltem! Szerintem ez ugyanaz a gyerek volt, már megint megöltem. És őt is megöltem! És nézzétek, mit írt ki a chatbe, várjatok, elbújok ide. Azt hittek, hogy Gibby is on a 5-player kill streak, tehát hogy zsinórban 5 embert megöltem. És így harmadik lettem. Wow. Viszont ennek ellenére a bűnözők nyertek, de a sheriffek között én lettem a harmadik legjobb sheriff. Oké, srácok, hát nagy nehezen találtam egy olyan lobbit, ami nem a transport pályára visz. Ugyanis szó szerint nagyjából egymás után 10-szer próbáltam csatlakozni egy lobbiba, és mindegyik a transport pályára várt. Úgyhogy most itt vagyok az akvárium pályán, és már a játékosok fele be is lépett, úgyhogy remélhetőleg hamarosan kezdődik a játék, bár mondjuk most senki nem akar csatlakozni.
Egyébként ezt abban a áramszünetes videóban megcsináltam ezt a parkört, mondjuk nem egy olyan nehéz dolog, de az tőlem egy nagy dolog, hogy parkőrözzek, és lelökött, köszönöm szépen. Úgyhogy várunk itt egy kicsit, amíg meg nem jönnek a játékosok. Egyébként, hát egy elég pici várótermünk van, tehát hogy nem lehet itt túl sok mindent csinálni, nem fogunk itt olyan sokan elférni. Viszont amint kezdődik a játék, jelentkezek. Asztal is hirtelen megjött a 16 játékos, úgyhogy 10 másodpercen belül kezdődik is a játék, srácok. Tényleg hirtelen bejött, vagy még vagy 5 játékos egyszerre a chatben, mindegyiket kiírta. Na jó, viszont kezdődik is, még az akvárium pályán nem játszottam, úgyhogy nem tudom mire számítsak, nem tudom, hogy hol vannak jó buvóhelyek, meg hova lehet menni, milyen járatok vannak. Egyébként megint sheriffek lettünk. Na jó, nézzük meg, hogy hol vagyunk. Oké, ez nem tudom miért akvárium, de jó. Gyere te is, kedves mézes kalácsember. Na nézzük. Ja, ezért akvárium. Azt a de jól néz ki. Wow. És nem értem, hogy ezt a pályát miért nem adta be idáig többször. Ideig csak a transport pályát adta be mindig a játék, pedig ez szerintem sokkal jobb. És hát valószínűleg azért, mert még most játszok vele először, a transportpályán pedig már vagy 600-szor játszottam. Itt van valaki. Aszta! És pont akkor ugrottam fel, amikor lőni készült, pedig én is akkor akartam lőni. Oké, tehát ez idáig nem alakult túl jól. Nézzük meg, hogy... Hoppá! Nem találsz el! A fenébe. Nagyon el akarnak kapni. Na, nem jöttök? Itt jön. Ó, ez nem is ő volt, azt hittem! Az a társam volt! Ó, és itt van fölöttünk, aha! És eltaláltam! Ó, hogy itt vagy! Jaj, szerencsére nem tudott célozni a kolléga, de én megoldottam a problémát. Úgy azt hittem, hogy az is egy játékos, olyan ijesztő volt, ő is piros volt, mint a többi bűnöző. Na jó, ez izgalmas volt. Jaj! Szív vagy hoztad rám, ez szép volt. Arra várt, hogy valaki jöjjön. Ehhez aztán kellenek reflexek, hogy ha hirtelen valaki megjelenik, akkor lőj el. Aha. Ne. Nem tudtam hátrálni, mert útba volt ez az akvárium. Jó, hát ez gyönyörű. Szerintem ő ölt meg az előbb, nem? És az ő némtegét nem is látom egyébként. Azt, hát hogy tudod? Valószínűleg még csak a karomat láttad, a játékos karakternek a karját, de már lőtte egyet és úgy talált el. Ajaj, nem állunk túl fényesen. 2 kill és 4 halál. Az nem túl jó arány szerintem. Én úgy érzem, hoppá. Ó, és nem találtam el. Na végre. Júj! Az hogy? Olyan távol, nem is éreztem, hogy így onnan el tud engem találni. Hát már megint rosszul vagyunk. 3 kill. Oké, 4 kill és 5 halál. Jaj, de megijedtem. Úristen. Szív vagy hozta rám a saját kollégám. Jó. Fel kéne hozni egy kicsit ezt a kill-halál arányt. Mert nem állunk túl jól. Most itt vagyunk a felső részen, alattunk mennek az események. Szerintem hamarosan itt is társaságot kapunk, úgyhogy lehet, hogy el kéne innen jönni, mert itt eléggé sebezhetőek vagyunk, vagy legalábbis én annak érzem magam. Hoppá! Az igen, micsoda reflex, és mézes kalácsember jött megmenteni, de én hamarabb jöttem, és engem is eltaláltak. 5 kill és 6 halál, fel kéne tornázni ezt. Egyébként 19 killnél jár a sheriff csapat és a bűnöző csapat is. Na most már a bűnözők megtoldották egyel. Elég szoros verseny lesz ez a játék. Á, kicsit gyorsabb volt. Mízes kalácsember, öld meg. Megölted, vagy csak üldözőbe vetted? Szerintem csak üldözi. Megölted a mézes kalácsot? Hogy? Hogy kikerülte a nyilvesszőmet? Úristen, és megölte szegény mézes kalács kollégámat, és már mindjárt megnyerik a bűnözők. Nem már, még én játszani akarok. Miért nem lehet elmenni 50 killig? Miközben lehet, hogy hosszú lenne. És itt megy a kolléga alattunk. Próbálok itt cselezgetni, hogy valakire ráugrok felülről. Azokat tök jó csel lenne, de mindjárt megnyerjük. Ami lehet, hogy jó, de én még játszani akartam volna. Oh! Hát ezt nem hiszem el! Ez ilyen enyhe rage volt egyébként. Próbálom visszafogni magam. Hol vagyok? És vége is lett sajnos.
és harmadik lettem a serifek között, és meg is nyertük. Egyébként nagyon szoros volt, mert csak 2 kill hiányzott volna a bűnözőknek, hogy ők nyerjék meg a játékot. Wow! Oké, srácok, itt is lennék egy 5. körrel az akvárium pályán. Az helyzet, hogy már elkezdtem megvágni a videót, de rájöttem, hogy még hiányzik egy 5. kör, mert az előzőek között volt egy-két olyan, amik rosszul sikerültek, nem teljesítettem bennük olyan jól. Úgyhogy most itt vagyunk, sheriffként fogok játszani, és valami csoda folytán remélhetőleg lesz egy kicsit több killem, vagy valami hasonló. Ja, hogy itt el lehet menni erre, oké. Kövessük ezt a kollégát, ő nagyon magabiztosnak tűnik, ja, hogy itt csak felfele lehet menni. Hát akkor menjünk felfele. Oké. Próbáljunk meg ráugrani valamelyik... Ó, itt van valaki. Hát, őt már ott meg is ölték, már késő lett volna. Hát, ez így nagyon nehéz lesz, srácok. Az a baj, hogy nekem nincsenek jó reflexeim ehhez a játékhoz. Én ezt már sokszor elmondtam ebben a videóban, de én tényleg így gondolom. Egyszerűen nagyon lassú vagyok ehhez a játékhoz. És ez nagyon elszomorít. Mindenki más olyan gyors. Oké. Okay. Jó lenne azért néhány emberrel végezni, az olyan szép lenne. Közben meghaltam még egyszer, srácok, de szerintem jobb, hogy azt kivágtam, itt közben megöltem valakit, mert eléggé rage-eltem, úgyhogy szerintem most már kicsit több vágás lesz, mert kezdek ideges lenni ettől a játéktól. Késő este van, idegileg teljesen kivagyok, áramszünet is volt, minden bajom van, úgyhogy légy szíves, értsétek meg a problémáimat. Ne, és miért engem ölnek meg? Itt van 2 másik játékos, őket nem bántják, értitek? Csak engem akarnak megölni. Ez egy összeesküvés ellenem. Mindenki ellenem dolgozik ebben a játékban. És én ezt halál komolyan mondom, tehát hogy... Ilyet még nem láttam. Ott van előttem 3 játékos, és csak engem ölnek meg. Ó, megöltem, nagyszerű. Őt nem. Mindjárt lesz mögöttünk valaki. Az igen, gyönyörűen megöltem. Most kiegyenlítettem a killek számát a halálok számával. És meg is öltek, úgyhogy eddig tartott az egyenlőség. És az a helyzet, hogy kezdek berekedni, srácok, mert már több mint egy órája veszem fel ezt a videót, úgyhogy... Hát elég sok gond van itt. Ő ott látja, hogy megfeszítettem az IMR szerintem. Igen. Hát igen, ott ez nem fog menni. Jó, hagyjuk, szevasz, én elmentem. Vagy csak azt hiszed, hogy elmentem. Azaz, és eltaláltam, nem tudok beszélni. És megölte előlem, nem már... én akartam... És nyertünk. Sajnos nem lettem dobogós, viszont... Viszont 4 embert megöltem, azért az nem rossz, és egyébként mi nyertünk, a sheriffek. Oké. Okay. Na jó van, srácok, hát ennyi lett volna a mai Murder Mystery videó, kipróbáltuk ezt a Showdown játékmódot, remélem, hogy tetszett nektek. Nekem személy szerint tetszett, csak azt sajnálom, hogy ez a videó kicsit rosszabbul sikerült, mint az áramszünetes videó, mert abban azért jobban teljesítettem, mint ebben. De mindegy, a lényeg az, hogy itt is azért voltak jó pillanataink, tehát amikor ilyen nagyon epic killeket intéztünk, illetve azért nem mondhatjuk azt, hogy... Olyan nagy vesztesként jöttünk ki ebből az egészből, mert azért elég sok játékos megöltem. Jó, mondjuk elég sokszor meg is haltam, de elég sok játékosról is végeztem, úgyhogy olyan 50-50%-ban teljesítettünk jól. És itt van valaki. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha ez így volt, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy like-kal, illetve írjátok meg kommentben, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!